Nem kis zajjal jár a fűnyírás. Szexárdon hétfőtől péntekig este 9 órától reggel 7 óráig, hétvégén este 9 órától reggel 9 óráig nem lehet ilyen tevékenységet végezni, ahogy egyéb zajjal járó munkát sem. Ennek ellenére több nézőnk is arra panaszkodik, hogy vannak, akik egyszerűen nem tartják be ezeket a szabályokat. Nekik egyáltalán nincs könnyű dolguk, ha bejelentést akarnak tenni. A problémát ugyanis a jegyzőnek munkaidőben lehet csak jelezni, vagy utólag visszamenőlegesen. A bejelentőnek pedig bizonyítania kell a probléma meglétét, tehát érdemes például hang és képi felvételt készíteni a zavaró zajról. Ez minden utólagos bejelentés, tehát a jegyző egyébként az eljáró hatóság, tehát a jegyző felé kell ezt bejelenteni, de hát ugye éjfélkor vagy hajnali négy órakor nem lehet nagyon a jegyzőt elérni, úgyhogy ezt mind utólag kell akkor megtenni, és esetleg tanúkkal és a többi igazolni az, hogy valóban történt ilyen tevékenység. Mivel az este végzett, nagy zajjal járó kerti munkacsend háborításnak számít, így Varga András szerint érdemes lehet a rendőrséget is értesíteni a szabálysértésről. Nekik kötelességük kijönni. Az egyenruhások, amennyiben szabálysértést tapasztalnak, felszólítják a szabálysértőt, hogy hagyja abba a tevékenységet. A következő alkalomnál már komoly szankciókra, akár pénzbüntetésre is lehet számítani.